A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, stúdiónk vendége Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és én is természetesen tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőink. Éppen egy hete beszélgettünk, és akkor szóba került, hogy a olyan helyzetben lévő rászorulókat rezsitámogatással segíti majd a város önkormányzata. Akkor megígértük a nézőinknek, hogyha meglesznek a részletek, akkor jönni fogunk ezekkel, és a mai nap folyamán ezt be is jelentette a hivatalos közösségi oldalán, illetve egy sajtótájékoztató keretében. Hogyan épül föl ez a támogatási rendszer, polgármester úr? Ja, mi egy állami támogatási rendszer kiegészítésében gondolkodunk, mert azért van szükség, mert úgy érezzük, hogy a gáz és az áram esetében az átlagfogyasztókat illetően az állam egy nagyon jó támogatási struktúrát tart fönn továbbra is, viszont az afölött fogyasztók esetében jelentősen emelkedhetnek abban a mértékben egyébként ezek a díjak, és lehetnek olyan rászorulók, akiknek ez nagyon komoly problémát fog jelenteni, és úgy éreztük, hogy a közösség segítségére itt van szükség. Másodszorban pedig a tűzifa egy olyan része most ennek a rendszernek, ahol a júliusi bejelentéseket követően kereslet-kínálat megváltozott, és bizony eleve nagyon nehéz találni tűzifát, és nagyon-nagyon magasra az ára, és folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban. És ezért éreztük úgy, hogy akkor az áram, a gáz és a tűzifa vonatkozásában van valamilyen feladata az önkormányzatnak. Hangsúlyozandó, hogy ez ki fogja egészíteni az állami támogatási rendszert, hiszen az továbbra is itt van. Egyrészt nagyon sokakat eleve nem fog a mostani díjemelés érinteni, nem emelkednek a számláik, ezt fogják tapasztalni. Az ő esetükben elmondható azt, hogy továbbra is teljes állami támogatásban részesülnek, ami óriási összeg, hiszen közben azt látjuk, hogy brutálisan nőnek a gáz és az ára és költségei a világban. Ezek nyilván hatnak Európára, Magyarországra és Fehérvárra is. Az ő esetükben azonban kiegészítő támogatásra nincsen szükség. Azok esetében, akik viszont meghaladják az átlagfogyasztást, ott igen. Az áram esetében ez havi szinten 5000 forintos támogatást jelenthet, azoknál, akik megfelelnek azoknak a feltételeknek, amit egyébként majd az ezt elfogadó közgyűlésen önkormányzati rendeletbe foglal a testület jövő héten csütörtökön, tehát egy hét múlva augusztus 18-án. Illetve akik átlagfogyasztás fölötti fogyasztás miatt díjemelkedést fognak tapasztalni, ennek a felső résznek a tekintetében maximum és legfeljebb 5000 forintig kapnak támogatást. A gáz esetében ez legfeljebb 15000 forintos támogatást jelent. Minden hónapban ezt majd kell igazolni, hiszen azokban a hónapokban fogjuk ezt adni, amikor valóban magasabb és túllépés van, és akkor, ha megfelel valaki a szociális szempontoknak, amiről mindjárt két szót szólnék, a tűzifa esetében pedig egyszeri 75000 forintos támogatást biztosítunk, viszont itt visszamenőleges hatályt is meghatároztunk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az áremelkedés az különösen a júliusi bejelentések után gyorsult föl, tehát akkor július 15-ét követően számlával tudja igazolni, hogy vásárolt tűzifát, és egyébként a szociális feltételeknek megfelel, tehát a rászorultságot tudja majd igazolni, az annak a részére 75000 forintos támogatást adunk úgy, hogy ott viszont lesz egy plusz feltétel, ez pedig, hogy lesz helyszíni ellenőrzés. Tehát a KH-t ellenőrzik? Szeretnénk ellenőrizni, hogy létezik az adott ingatlanban KH, tehát a tűzifa az ott kerül abban az ingatlanban, és azon személy által felhasználásra, aki egyébként a támogatási kérelmet benyújtotta. Kik pályázhatnak, vagy kik adhatnak be kérelmet? Fontos hangsúlyozni tehát, hogy jövő héten fogadja el a közgyűlés a végleges támogatási struktúrát és az önkormányzati rendeletet is. Tehát amiről most beszélünk, azt fogom én bejelenteni a közgyűlés irányába és beterjeszteni egy közgyűlési előterjesztés formájába. Fontos, hogy szakembereink az elmúlt hetekben sokat dolgoztak
ezen a metóduson, ezen a támogatási struktúrán, de azért azt is látni kell, hogy nagyon kevés adattal és információval rendelkezik egy települési önkormányzat, tehát biztos, hogy finom hangulásra szükség lesz. Tehát mondjuk, hogyha elindul a fűtési időszak, akkor biztos, meglátják, hogy lesz szükséges is lesz talán, és plusz információ okán megalapozottan fogunk tudni a program bővítéséről, bizonyos változtatásokról dönteni. Ami biztosan adott lesz, hogy 115 ezer forint nettó egy főre eső jövedelemben húzzuk meg azt a határt, ami gyakorlatilag a támogathatóságnak a határát is jelenti. Egyébként ez jóval magasabb, mint általában az önkormányzati szociális támogatásoknál alkalmazott határ, hiszen az alig több, mint 70 ezer forint egy főre eső. Itt pedig 115 ezer forintról beszélünk. Kiket szeretnénk támogatni? Az egyedül élő nyugdíjasokat, az egyedül élő és gyermeket, vagy gyermekeket nevelő szülőket, valamint a legalább 4 gyermeket nevelő nagycsaládokat. Akkor, ha ők átlépik ezt a bizonyos átlagfogyasztást, és nekik megemelkednek a díjak, akkor a megemelkedő számlarész tekintetében szeretnénk ezt az 5000, 15000 vagy tűzifa esetében egyszerű 75000 forintos támogatást biztosítani. Szeptember 1-től fog érni a gáz és a villany tekintetében, kérelmeket tehát most szeptember 1-ét követően lehet benyújtani. Meg fogjuk mondani és nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy mit kell, hogy tartalmazzon a kérelem, és milyen mellékleteket kell hozzá kiegészítő dokumentumokként, például jövedelemigazolás, stb. Benyújtani. Fontos elmondanunk, hogy most először február 28-áig tudunk dönteni, hiszen ez az idei költségvetést érinti, és majd ennek a programnak a pontos tartalmáról, folytatásáról, már egyébként sokkal több információ birtokában, a 2023-as költségvetés elfogadásával egyidejűleg 23 első heteiben fogunk döntést hozni. A tűzifa esetében azonban nem kell megvárni a szeptember 1-ét, hanem várhatóan augusztus 22-től lesz már lehetőség a kérelem benyújtására. Tehát én arra tudok ígéretet tenni, hogy amikor elfogadja a testület is, amit pontosan elfogad augusztus 18-án, utána a rendeletet és az ahhoz kapcsolódó tudnivalókat is nyilvánosságra hozzuk. Ehhez kapcsolunk majd e-mail címeket és telefonszámokat is, hogy telefonon és e-mailben is lehet érdeklődni majd nálunk a támogatás és annak igénybevétele vonatkozásában. Bárki kérdéseket tehet fel, véleményt fogalmazhat meg, vagy érdeklődhet. De még egyszer azt is szeretném hangsúlyozni, hogy abban az értelemben megértést kérek a fehérváriaktól, hogy nekünk sincsenek pontos adataink, tehát lehetséges, hogy a programban bizonyos finom hangulásokat majd szeptember, október, novemberben végre kell hajtani, vagy éppen majd a jövő év vonatkozásában, januárban, februárban. Viszont ezeken az e-mail címeken az egyéni, mondjuk úgy, hogy élethelyzeteket is várjuk, mert lehet, hogy abból általános szabályokat lehet kialakítani. Tehát az is ilyen plusz adatbázis. Két további olyan társadalmi csoportot látunk, ahol lehet, hogy szükség lesz valamilyen önkormányzati kiegészítő támogatásra. Az egyik a nyugdíjas házaspárok, tehát akik egy otthonban élnek, és az átlagfogyasztást meghaladóan fogyasztanak, viszont a jövedelmük az nagyon alacsony. Úgyhogy az ő esetükben még gondolkodunk, de az ő számokat egyáltalán nem tudjuk ebből a pillanatban fölmérni. A másik kör pedig az a egy háztartásban élő több generációs családoknak a köre, ahol pedig adott esetben egy fogyasztási hely van, ebből fakadóan nyilván a fogyasztás a több személy okán meghaladja az átlagot, magasabb díjat kell fizetni, de valójában ott egyébként több család vesz igénybe az adott szolgáltatást. Tehát ezen a két területen gondolkodunk még lehetőségen, de egyrészt ehhez több információkkal kell rendelkeznünk, hogy hány ilyen ember lehet, tehát ha valaki ilyen helyzetben van, kérem, hogy írja meg, egyébként már kaptam is ilyen jelzést az elmúlt gyakorlatilag percekben is, illetve nyilván költségvetés függő, mert ezt az egész programot, amit mi most a bejelentett keretben is 100-200 millió forintos nagyságrendűnek látunk, az önkormányzat fogja finanszírozni, ezt belül kell megtalálnunk ezeknek a forrásoknak a nagy részét úgy, hogy közben magát, az önkormányzatot és az önkormányzati vállalatokat, intézményeket is jelentősen érinti a rezsiárak emelkedése. Mi ugye minden értelemben piacit fizetünk gáznál, villanynál is, benzinnél,
közben a szolgáltatásokat nekünk is biztosítani kell. Nyilván az prioritást élvez a működtetés tekintetében, ehhez kapcsoltuk most hozzá egy rezsitámogatási programot. Nyilván gondolom majd főleg a 23-as éve vonatkozóan azt is figyelembe kell venni, hogy mik az adott világpiaci trendek, hiszen ahogy legutóbb beszélgettünk, ugye a szépő vonatkozásában is brutális emelkedésről tudott beszámolni. Talán nem így lesz, tehát nem vagyunk jósok, ezt nem lehet megjósolni előre. Talán érdemes azzal kezdeni, hogy hát a legfontosabb az, hogy legyen gáz és legyen áram. És ezt lehet, hogy pár héttel ezelőtt ezt a néhány mondatot nem értettük volna, hogy egyáltalán fölmerülhet az, hogy nem lesz, vagy éppen nincs, de hát az elmúlt napokban elzártak egy olajvezetéket, és rögtön pillanatok alatt kialakult egy benzinhiány. Egyébként ez Székesfehérvárt is érintette, szerintem a fehérváriak és az agglomerációból ide mondjuk dolgozni bejárók egyaránt érzékelték, hiszen számtalan esetben adott benzinkutaknál nem lehetett hozzáérte üzemanyag. Amikor ment az ember tovább. Mondjuk a mi életünkben ilyen egyáltalán nem fordult még elő, most ez is előfordult. Tehát szerintem a legfontosabb, hogy garantálni tudjuk a szolgáltatásokat. Ehhez áram kell és gáz kell. A következő kérdés, hogy mennyiért tudjuk beszerezni az áramot és a gázt. Bizonyos beszerzések folyamatban vannak, vagy éppen most indulnak el az önkormányzati szektorban. Pár hét kell még ahhoz, hogy pontos adatokat tudjunk mondani, de azt már látjuk, érzékeljük, ezről már tudom tájékoztatni a fehérváriakat, hogy jelentős emelkedés történik a város üzemeltetési költségeiben. A villany esetében ez átlagban háromszoros, a gáz esetében pedig négyszeres díjakat jelent. Ennyivel drágábban tudja az önkormányzat beszerezni az áramot és a gázt, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. És hát vannak azok a szörnyű példák, mint például a távfűtés esetében, vagy a melegvízszolgáltatás esetében, ahol a szükséges gázmennyiséget a Széphő tavaly 5 milliárd forintért szerezte be, idén 17 milliárd forintért tudta, de a ma kellene mai árakon, ez már meghaladná a 30 milliárd forintot. Úgyhogy nagyon képlékeny a helyzet, nagyon bizonytalan, nehéz ebben tervezni. Talán mindenki megérti azonban, hogy most az üzemeltetés, a működtetés garantálása a legfontosabb, hogy a város működni tudjon. Emellett viszont szerintem van feladata egy erős önkormányzatnak, városnak abban is, hogy a legrászorultabbakat próbáljuk segíteni egy ilyen nehéz szituációban. Erről szól az a rezsitámogatási program, amit egy héttel ezelőtt általánosságban tudtunk bejelenteni és arról beszélgetni. Ma már viszont a konkrétumok is ismertek, hiszen bejelentettük, és ehhez fogjuk hozzákapcsolni majd azokat a technikai tudnivalókat, amelyek azok számára nyújtanak fontos információkat, akik élhetnek majd ezekkel a támogatásokkal. Erről természetesen minden felületünkön majd beszámolunk, mint hogy gondolom, hogy az önkormányzat is az összes létező saját városi portáján és egyéb információs lehetőségein is, de akkor azt elmondhatjuk, hogy jövő hét csütörtökön, tehát erről a most bejelentett programról fog dönteni a közgyűlés. Igen, ezt én az SMS szerint be fogom terjeszteni a testület elé, és a testület nyilván ezt meg fogja vitatni, és döntéseket fog hozni. Alá szeretném húzni, hogy nyilván egy ilyen rendelet előkészítése, támogatási formák meghatározása az egy nagyon komoly szakmai, szakpolitikai feladat, úgyhogy így szeretném megköszönni a Városháza hivatalának, polgármesteri hivatalnak, a szakembereinek, akik az elmúlt hetekben sokat dolgoztak ezen a programon, és ők fogják nyomon követni a következő hetekben is, szakmai értelemben, hogy milyen változások vannak, milyen új adataink vannak, és szükség van-e arra, hogy hozzányúljunk majd ehhez a támogatási rendszerhez. Ezt én egyáltalán nem zárnám ki, mert most egy kicsit az önkormányzat is sötétben tapogatózik, viszont arra büszke vagyok, hogy ahogy nézem, az ország egészét tekintve az első, vagy legalábbis az első között van Fehérvár önkormányzata, akik egy ilyen programot kialakítottak és elindítását bejelentettük. Ha már a rászorulóknál tartunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a többi szociális területet érintő támogatási forma ugyanolyan módon elérhető, ugye jól tudom? Ez így van, ez például a tűzifa esetében ugye kapcsolódik ez a programhoz, hiszen szociális tűzifát korábban is adott az önkormányzat. Nem vették ezt egyébként sokan igénybe, hiszen tavaly alig több mint 50 fő kért és kapott szociális tűzifát a várostól, ugye a városgondnokságtól. Ez a lehetőség ez idén is természetesen adott lesz, és itt is szociális alapon fognak ezek a kérdések eldőlni. Arról is szó esett az elmúlt napokban, hogy új célokra fordítaná az önkormányzat azokat az adományokat, amik ugye beérkeztek a menekült helyzet kapcsán.
Ahogy előbb mondtam, ez a program nehéz ma megítélni, hogy mekkora lesz az a rászorultsággal rendelkező és jogosultsággal rendelkező réteg, aki ilyen támogatást fog igényelni és kapni, de 100-200 millió forintot is elérhet ez a támogatási összeg összességében. Ezt nyilván finanszírozni kell tudni. Egyrészt az önkormányzat maga árcsoportosításokat végez ennek a biztosítása érdekében. Ennek egyébként már az egyik tétele a menekült kérdéssel összefügg, hiszen úgy fogadtuk el a város idei évi költségvetését, ott abban 25 millió forintot félretettünk, tartalékoltunk arra, hogy a menekült kérdésben az önkormányzatnak legyen lehetősége pénzügyi kötelezettséget is vállaló lépéseket tenni. Azt tapasztaljuk azonban, hogy egyrészt csökken az itt élő menekülteknek a száma, akiknek az ellátásáról az önkormányzat gondoskodik, másrészt pedig az állam kifejezetten korrektül ad ehhez finanszírozást, hogy teljes egészében az önkormányzati költséget fedezi, így ezt a 25 millió forintot erre a rezsitámogatási rendszerre, ami valljuk be őszintén a probléma kialakulását tekintve ugyanúgy összefügg a háborúval, és szerintem összefügg a szankciórendszerrel is. Tehát ilyen értelemben talán jogos, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy akkor a rászoruló fehérváriak számára átcsoportosítjuk. Ez az a 25 millió forint, amivel a tűzifa irányába el is fogunk tudni indulni. És ezzel párhuzamosan ugye volt egy adományszámlája az önkormányzatnak, illetve nem csak volt, hanem ez létezik is, amin vannak olyan összegek, amiket nem használtunk föl, ugye szintén a menekültek ellátására kértük, de ebben a pillanatban az állam támogatása fedezi a kiadásokat, tehát ott azon a területen nem tudjuk ezt elkölteni, és mi arra tettünk javaslatot, hogy ha azok, akik ezeket az adományokat felajánlották, ehhez hozzájárulnak, akkor átcsoportosítjuk, és szintén rászoruló fehérváriakat fogunk ebből segíteni. Ez egy 10 millió forintot meghaladó összeg jelenleg. Vannak céges felajánlások, és vannak ismert magánszemélyi felajánlások, őket közvetlenül meg fogjuk keresni, és a döntéseket nyilván az egyén meg az adott cég fogja meghozni. Ha ő hozzájárul, akkor át fogjuk csoportosítani. És vannak olyanok, akikről nincsenek adataink, úgyhogy azt kérem ezt a lehetőséget is kihasználva, hogy aki adott ilyen támogatást, az küldjön az önkormányzat számára egy e-mailt, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy mi átcsoportosítsuk erre a célra ezeket az összegeket. Egy jó hír, hogy a tegnapi bejelentés óta nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, és juttattak el hozzánk e-mailt, és mi magunk is családilag feleségemmel ajánlottunk föl támogatást, ami abból még rendelkezésre áll, nyilván mi magunk is hozzá fogunk járulni, hogy ezt átcsoportosítva a szociálisan rászoruló fehérváriaknak tudjuk ezt a támogatást átadni, vagy adott esetben ennek köszönhetően ezt a támogatási programot növelni. Aztán a másik fontos kérdéskör, ami szintén egy kicsit összefüggésben van a tűzifa kérdéssel is, ami az erdőket érinti. Itt ugye volt egy országos visszhang, amit ön azért azt gondolom, hogy a napokban egy közösségi oldalon közzétett posztban is nyilvánossá és egyértelművé tett, hogy Fehérváron nem fognak erdőket kivágni. Mindig hangsúlyozni szoktam, ebben az ügyben is megtenném, hogy Fehérvár polgármesternek Fehérvárral, Fehérvár közvetlen környezetével és az itt élőkkel kapcsolatban vannak feladatai, és vannak lehetőségei. Tehát én nem szeretném ezt a jogszabálymódosítást az ország egésze tekintetében értékelni, mert egyrészt nincs elég információm, nincs elég adatom, és egyébként nincs elég erdészeti ismeretem sem ehhez. Már tudom, hogy mindenki mindenhez ért, én beszoktam vallani, hogyha nem mindenhez értek, tehát ebben a kérdésben is van olyan, ami nem hiszem, hogy egy polgármesternek a hatásköre. Ami viszont az én dolgom, hogy rögtön a megjelenés után felmértük azt, hogy hogy fog ez hatni Fehérvárra, hiszen óriási erőket mozdítunk meg hosszú évek óta annak érdekében, hogy folyamatosan növelni tudjuk egyrészt a faállományát Fehérvárnak, megújítani a faállományát városunknak, és ahogy lehet és ahol lehet, ott erdőt telepíteni. Ebben a vonatkozásban a legnagyobb segítőnk és támogatónk eddig is a kormány volt, hiszen milliárdos nagyságrendben járult hozzá természetvédelmi övezet megmentéséhez, például Sóstó, erdőtelepítéshez, fatelepítéshez, a Fehérvár tüdeje programhoz, amiben egyébként állami pénz is, Európai Uniós forrás is és önkormányzati támogatás is rendelkezésre áll. Ezért a következő dolgot tettük. Egyrészt rögtön egyértelművé szerettük volna a nyilvánosság előtt tenni, hogy Fehérvár önkormányzatának nincs szándéka arra,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő erdő és faállomány vonatkozásában sűrű faállománnyal rendelkező területein tűzifa céljára fakivágásokat eszközölnénk. Ezt egyébként bármely önkormányzat megteheti a saját területei tekintetében, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy ezt ezzel a nyilatkozattal ki fog élni, és ki adott esetben nem. Másodszorban ugye vannak az állami tulajdonban lévő területek, ahol pedig egyeztettem a állami erdőgazdálkodást itt végző szervezettel, állami vállalattal, akik egyértelműen arról tájékozódtak, hogy Fehérváron és Fehérvár környékén nekik nincs szakmailag tudomásuk olyan területről, ahol ez a kérdés egyáltalán fölmerülne. És van a harmadik terület, ez pedig a magántulajdonban lévő erdők, erdőrészleteket magába foglaló területek egysége. Ez nem kevés, mert több mint 300 hektárról beszélünk. Teszem hozzá rögtön, hogy ez nem biztos, hogy a jogi besorolás az mindig azt is jelenti, hogy ott egyébként jelentős faállomány lenne, de ezt szeretnék megvizsgálni, és én itt fordulnék egy olyan kérdéssel az állam irányába, hogy itt az engedélyeztetés folyamatában, ami továbbra is fennáll, tehát nem szűnt meg az engedélyeztetési kötelezettség, csak sajnos egyszerűsödött bizonyos területeken, és nem mindenhol ír elő egyértelmű szabályokat az újratelepítés tekintetében, pedig szerintem ez fontos lenne. Tehát ezeken a területeken, hogy legyen az önkormányzatoknak, nem csak Fehérvár önkormányzatának, nekünk itt Fehérvárra vonatkozóan, de más önkormányzatoknak is a saját közigazgatási területünkön belül az engedélyeztetési folyamatban valahol lehetősége beleszólni, véleményt formálni. De azért húzzuk alá, hogy most mi ezt egy nagyvárosból mondjuk, ahol viszonylag kevesen fűtenek már tűzifával. Előbb mondtam, összesen alig több mint 50 fő az, aki szociális tűzifát kap. Teljesen más a helyzet, ez egy olyan településen, mondjuk egy kisvárosban, vagy éppen alapvetően egy kisfaluban, ahol mondjuk az emberek döntő része fával fűt. És azt láttak az elmúlt hetekben, hogy egyébként nincs elég mennyiségű fa, és ami van is, az olyan áron, hogy nem tudja megvásárolni. Ott szó szerint télhez közeledünk majd, élet-halál kérdése, hogy tudjanak fűteni. Az állam erre adott egy választ. Lehet, hogy az a válasz nem teljesen pontos, lehet, hogy fölvet kétségeket, szerintem fölvet, én magam is jeleztem a posztba is itt is, de azért ne feledkezzünk, és nem mindig nagyvárosi logikából, csípőből válaszoljunk egy-egy kormányzati vagy állami döntésen, kicsit gondoljunk mögé, és minden településen az adott polgármester pedig végezze el azt a feladatát, hogy fölméri, hogy az adott települést ez a megváltozott jogszabályi környezet hogyan fogja érinteni. És például a tűzifa esetében mi ezért is hoztunk döntést, mert tapasztaljuk ezt az áremelkedést, és szeretnénk azoknak segítséget nyújtani egy egyszeri támogatással, akik most nehezebb helyzetbe kerültek. És amit még egyszer aláhúznék, hogy a Vadex-szel közösen folytatjuk ezt az erdőtelepítési programot, és ezt folytatni fogjuk a következő években is. 2022-ben pedig az őszi városgondnokság által elvégzett faültetések is meg fognak történni Székesfehérvár területein, és azt hiszem, hogy ennek nagyon-nagyon sokan örülnek. Rengeteg visszajelzést kaptam, a poszt is, hát magyar tanulról azt mondanám, hogy nagyot ment, tehát látszik, hogy ez egy közérdeklődésre számot tartó program. Én mindenkitől azt kérem azonban, hogy itt is a tényekről vitatkozzuk, és azzal kapcsolatban engedjük, hogy a szakemberek szakmai vitákat folytassanak le, vagy szakmai válaszokat adjanak, amire mi ígéretet tudtunk tenni. Azt nyilván a jövőben is megtesszük, hogy Fehérvár vonatkozásában a fehérvári önkormányzat nyomon követi ezt a kérdést is. Bármilyen újabb tudásunk, újabb információnk lesz, akkor erről különösen a magántulajdonban lévő területek vonatkozásában a fehérváriakat természetesen tájékoztatni fogjuk. De ha jól értelmeztem, akkor ennek minden önkormányzatnak megvan lehetősége, ugye polgármester úr, hogy mondta. Minden önkormányzatnak megvan rá a lehetősége, és biztos vagyok benne egyébként, hogy sok kollégám ugyanezt a munkát az elmúlt napokban elvégezte. A Facebook az nem a munkavégzés, hanem a tájékoztatás helye. Ez igaz egy polgármesternél is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel természetesen egy hét múlva jelentkezünk, és hát folyamatosan beszámolunk majd az aktuális kérdésekről, változásokról is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.